Jó napot kívánok! A magyar felsőoktatás jövőjéről szeretnék beszélni. Elsőként három vidéki tudományegyetemünk, a debreceni, a szegedi és a pécsi tudományegyetem sorsáról. Híradások szerint mindhárom vidéki tudományegyetem esetében megkezdődtek az egyeztetések arról, hogy ezek az intézmények alapítványi fenntartásba kerüljenek. Nézzük meg pontosan és részletesebben, hogy mit is jelent ez. Az említett egyetemek jelenleg magyar állami egyetemek, vagyis magyar állami tulajdonban és magyar állami fenntartásban vannak. Nem a kormányé, nem a minisztériumé, nem a rektoré, hanem közös tulajdonunk. A magyar emberek mindannyiunk közös tulajdona. A tervezett átalakítás eredményeként ez alapvetően megváltozna. Az említett egyetemek egy majd létrehozandó alapítvány tulajdonába kerülnek. Minden épület, minden intézet, minden kar, minden sportlétesítményük, minden kikerül a magyar állam tulajdonából, és azért az alapítványé lesz, amelyet egy a jelenlegi kormány által összeállított kuratórium vezet. Mennyit ér a szegedi Dugonics tér, az ott álló legendás egyetemi épület? Mennyit ér a debreceni egyetem? Mennyit ér az ország első egyeteme, a pécsi egyetem? Nyilván sok száz milliárd forintnyi vagyonról beszélünk, sok száz milliárdnyi közös magyar vagyonról, amit most egy tolvonással egyszerűen ki akarnak venni a közös tulajdonból. Arról van szó, hogy ezzel az intézkedéssel és az intézkedés sorozattal a magyar vidéken gyakorlatilag megszűnne a magyar állami felsőoktatás. Mi ezt nem hagyjuk, és nem akarjuk. Nézzük ugyanakkor más szempontból, hogy miért akarja a jelenlegi kormány ezt. A tervezet szerint az egyetemi dolgozók, a dolgozó közalkalmazotti viszonya megszűnik, és egy sokkal bizonytalanabb és kiszolgáltatottabb munkaviszony jönne létre. Ez is célja a kormánynak, hogy egy biztos közalkalmazotti státuszból egy sokkal bizonytalanabb munkaviszony létesítsen a dolgozóknak. Így az elbocsátás sokkal könnyebb, egyszerűbb, és erről a kuratórium illetékes majd dönteni. Ugyanolyan lényeges, hogy mi lesz a hallgatókkal. A három vidéki tudományegyetemünk összesen több mint 70 ezer hallgatóval rendelkezik. A debreceni egyetemnek valamivel több mint 30 ezer, a szegedinek 22 ezer, a pécsinek 20 ezer hallgatója van. A jelenlegi kormány évtizedes törekvése, hogy szűkítse a felsőoktatási intézményekbe való bejutás lehetőségét, és ezt számos intézkedéssel kívánta és kívánja elérni. Ez alapján minden okunk megvan annak a feltételezésére, hogy az átalakítás után csökkenteni kívánják a hallgatói létszámot, és szűkíteni a bejutás lehetőségét. Ugyanakkor fel kell tenni a kérdést, milyen tapasztalatok alapján kívánják megcsinálni az átalakítást. Az első fenntartó váltást a Corvinus Egyetem esetében csinálták meg, akkor azzal a kormányzati érveléssel, hogy az egyfajta teszt, olyan lakmuszpapírféle. Meg kell nézni, hogy az az átalakítás mit hoz, hogyan működik, és ennek a tapasztalatnak a birtokában kell, lehet majd dönteni más felsőoktatási intézmények jövőjéről. Egybehangzó szakmai vélemény az, hogy ilyen horderejű változás esetében legalább három tanév kell ahhoz, hogy a főbb kérdésekben érdemi tapasztalatokat lehessen leszűrni.
Nos, a Corvinus esetében ennyi idő messze nem telt el. Nincs olyan egyértelmű és végeredményként kinyilvánítható tapasztalat, amely alapján ez minta lehetne. Különösen nem a tudományegyetemek számára. Vannak olyan részintézkedések, amelyek lehetnek akár pozitívak is, és vannak olyanok, amelyek egyértelműen negatívak. Ilyen például a hallgatók költségtérítéses képzése, illetve a képzés ára. Mondok egy konkrét példát. A Corvinuson, az angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakon a költségtérítés jelen pillanatban 390 ezer forint. Jövő szeptembertől ez 760 ezer forint lesz egy fél évre. 390 ezerről 760 ezer forintra emelik. Szóval több mint ellentmondásos, mégis egyértelmű, hogy nincs kellő tapasztalat a jelenlegi döntéshozók birtokában. Nem telt el három év. Nem egyértelmű az irány. Mindaz, ami a Corvinuson történt, nem lehet minta, nem lehet kiindulópont, nem lehet egyértelmű végeredmény a vidéki tudományegyetemek esetleges átalakítására. Semmilyen módon nem állítható, hogy a színvonal, a versenyképesség azáltal javulna, hogy megcsinálják az átalakítást. Vannak jól működő állami egyetemek a világban, és vannak gyengébb alapítványi fenntartásúak, és fordítva. De azt kijelenteni, hogy maga az átalakítás javít, hogy azáltal önmagában automatikusan növekedne a színvonal, hogy a magyar állam tulajdonából kikerülnek a vidéki tudományegyetemeink, és alapítványi fenntartásúak lennek, ennek semmi szakmai alapja nincs. Meghatározó szempont a szabadság, az autonómia kérdése, az oktatási-kutatási szabadság ügye. Nem az jelenti az autonómiát, ha egy intézmény kikerül az állami fenntartásból, hanem az jelenti az autonómiát, hogy független a politikától. Hogy olyan politika van, amely nem akar beleszólni a felsőoktatási intézmény, az egyetem belső életébe, hogy békén hagyja az oktatót, a professzort, meg a hallgatót, hogy ők maguk tudják a szakmát, hogy egy fizikus professzor jobban érti a fizikát, mint egy minisztériumi főosztályvezető, hogy egy szenátus jobban tud dönteni, mint egy minisztériumi vagy miniszteri értekezlet. Ez az autonómia. Nem attól függ a szabadság, hogy az állam fenntartó-e. Attól függ a szabadság, hogy olyan politika van-e az országban, amely hagyja a tudás átadás és a tudás átvétel évszázados autonómiáját. A jó egyetemnek három alapvető feltétele van. A tehetséges hallgató, a felkészült, kitűnő oktató és a szabadság, az autonómia. Ez a tervezett változtatásokkal megkérdőjelezhetetlenül sérül. Mi ezt az átalakítást nem támogatjuk. Nem támogatjuk, hanem ellenezzük. Nem akarjuk. A kormány erőltetett ütemű változtatásában pedig nem a tapasztalatot, nem a színvonal emelés szándékát látjuk, hanem azt, hogy közelednek a választások. Saját befolyásukat akarják a választásokon túl, a választástól félve bebetonozni. Mindaz, amivel nem értünk egyet, mindaz, amit ellenzünk a felsőoktatás terén, mindaz, ami, ahogy történt, világos kifejezést nyer a Színház és Filmművészeti Egyetem esetében. Ezért javaslattal élünk az együttműködő pártoknak, a ma még ellenzéknek. Legyen közös programunk, és
elköteleződésünk. Készen állunk arra, hogy kormányváltás esetén létrehozzuk, megalapítsuk az új, modern és szabad állami fenntartású a magyar színház és filmművészet érdekét szolgáló egyetemet. Garantáljuk ennek az új egyetemnek a szabadságot. Garantáljuk az autonómiát. A politikánk nem fog beleszólni abba, amit nagyszerű rendezők, színészek, oktatók sokkal jobban tudnak, mint a politikusok. Garantáljuk a központi költségvetés finanszírozását az intézmény számára. Azt üzenjük az oktatóknak, akik évtizedes tapasztalatukat, tudásukat és a növendékek iránti elköteleződésüket most nem tudják átadni, hogy biztosítani fogjuk számukra a teret és a lehetőséget a szabad oktatáshoz. Ne tegyenek le arról, hogy fognak még oktatni tehetséges magyar növendékeket. Biztosítani fogjuk, hogy legyen és lehessen szabad és színvonalas állami egyeteme a magyar színház és filmművészetnek. És szólni kell a hallgatókról, a mostani és leendő növendékekről. Azt üzenjük, hogy bátor és igazságos harcot vívtak és vívnak. Arra kérjük őket, precízen figyeljék és rögzítsék tanulmányi eredményüket. Megszerzett kreditjeiket a végzősöknek, és akik a most majd létrehozandó új egyetemen kívánják folytatni a tanulmányaikat, be fogjuk számítani tanulmányi eredményeikbe. Az új és szabad egyetem el fogja ismerni elvégzett kurzusaikat, nem hátrány, nem fenyegetés fogja őket érni, hanem előny és szabad oktatás. Szabad ország, szabad egyetem. Ezt akarjuk, ezt kívánjuk. Többről van itt már szó, mint egy politikai részterületről. Többről van szó, mint önmagában a felsőoktatásról. A szabad országról, a szabad oktatásról, a szabad egyetemről van szó. Ha van, ami nemzeti ügy, ha van, ami nemzet stratégiai kérdés, akkor az ellenzék számára, a ma még ellenzékben levő együttműködő pártok számára ez az. Ezért azt kérjük, hogy támogassák törekvéseinket. Akarjuk együtt a szabad országot, a szabad egyetemet. Ezt kérjük mindannyiuktól, ezt akarjuk közösen. Köszönöm szépen!